OEVB-nek az országos előválasztási bizottságának a delegáltja. BMW csapódott egy betonterelőnek múlt hét szerdán az M3-as autópályán. Az autó roncsai mellett előválasztási szavazólapok hevertek szanaszét. A bennfentes.net információi szerint ezek és a választási szórólapok Borsodabó-Üzemplén megyéből származhatnak. Később a pestisrácok.hu tudta meg, hogy a BMW-t az a Barta László vezette, aki az ózdi előválasztást koordinálta. Az autóban nagy mennyiségű készpénzt is találtak. Majd farkatjerek. Na. Mennyi pénzt adtak? Testvérem, 3000-et adtak, megmondom őszintén, nekem jó jött, testvérem. Nem bútítom még kenyérs a gyerekeknek. A pestisrácok.hu kedden hozott nyilvánosságra több olyan videót is, amelyben a szereplők arról beszélgetnek, hogy Ózdon 3000 forintot kapnak minden szavazatért, amit a jobbikos jelöltre adnak le. A felvételeken elhangzik, hogy a pénzt egy szakállas ember adta, akit farkas gyereknek neveztek. 6000 forintból kettőnknek, testvérem, muszáj voltam megcsinálni. Farkas Péter Barnabásnak nem ez volt az egyetlen botránya. Korábban egy olyan fotó került elő róla, amelyen egy lengyelországi múzeum díszlete előtt náci karrendítésre emlékeztető mozdulatot tesz. Az ózdi alpolgármester azt állította, csak integetett, de képviselőtársa, aki jelen volt a kép készítésénél, azt mondja, valóban kart lendített. Az eset miatt az LMP, a Momentum és a Párbeszéd is megvonta támogatását az előválasztási jelölttől.